Hello, sziasztok, én Spiller vagyok. Én pedig Jay-Z, sziasztok. És hát újra itt vagyunk, hát régen voltunk már Jay-Z. Hát így van, úgyhogy itt az ideje, hogy megint jelentkezzünk. De hát ma két filmmel is jövünk nektek, az egyik az Idegpálya lesz, a másik pedig a Mélytengeri pokol. Így igaz. És hát én már le is lőném az elején a poén, Jay-Z, hogy nekem nem tetszettek. Tehát félértés ne essék, jónak jó, csak nem azt vártam, amit az előzetes adott, ugye ebben már a hibába sokszor beleestünk, hogy az előzetes alapján kezdtük el elemezni a filmet, és hát úgy vagyok vele, nekem az előzetes jobban tetszett. Így van, ugye hát az előzetes már ugye rögtön elsüti az összes híresebb két-három szereplőt is, illetve mind érdekesebb és izgalmasabb sztorit is ígér nekünk, de most 2016-ban nem szeretnék megint azzal jönni, hogy most a DeFranco vitte el hátán a filmet, bár sokak szerint a bátyús protekció is sokat jelentett, hogy ő benne lehetett ebben a filmben. Hát igen, ő nagyon felkapott mostanában. Főleg ugye, nem is tudom, mi volt neki az első filmje, szerepelt abba a Jump Street-be is, abba is, a rossz szomszédságba is. Volt ugye az Üzlet bármi áron, ugye egy másik filmje. De nem mondom azt, hogy ő rosszul alakított, de nyilván az, amikor valakinek a híres színészednek a húga vagy öccse szerepel egy filmbe, az nehezen vonatkozhat el tőle, és mindenki egyből arra gondol, hogy protekcióval jutott ebbe a filmhez, de mi van akkor, hogyha tehetségesebb, mint a James Franco? Hát azt azért nem mondanám pókemberek után, de azt például mondtad, hogy azt nem is tudtad, hogy például van egy olyan jelenet a filmben már legelején, hogy James Franco is megjelenik, természetesen csak gépen. Nem de... figyel, mikor moziban néztük a filmet, abszolút nem figyeltem az ő cameo jelenetére, de érdekes igen, hogy ő így beletették. Jó, hát akkor ne is szaporítsuk a szót. Üdv az Idegpályában. Egy felelsz vagy mersz játékban, felelsz nélkül. A néző fizet a műsorért, a játékos pénzért és dicsőségért játszik. Néző vagy vagy játékos, néző vagy vagy játékos, néző vagy vagy játékos. Király, nem? Elég riasztóan néz ki. Legális egyáltalán? V, elmegy melletted az élet. Néha kockáztatnod is kellene. Szoktam kockáztatni. Akkor játsz az Idegpályában. Elfogadod a kihívást. Csókolóz egy idegennel 5 másodpercig. És már add le azt a csávót. Oké, szia! Úgy tűnik, a nézők azt akarják, hogy álljunk össze. Nem hiszem, hogy jó társ lennék. Maradj, lássuk, mi jön még. Rendben. Az ott mi? Hol találom ezt a ruhát? A pénztárcám, a ruhám, mindenem eltűnt. Az én összes cuccom is eltűnt. Gyere, menjünk! Nem fogok lopni! Nincs más választásunk! Szó szerint azt írja, menjünk ki a boltból. Rajongó vagyok. Nyugi, most készül az hú az apura. Mi van? Éskedik. Dollár, dollárocska! Tudod, hogy egy srác meghalt Seattle-ben a játék miatt? Mi van, ha kiszállok? Mindent elveszítesz. Az összes pénzünk eltűnt! Mit mondtál, anya? Biztos úr! Vi! Kérem, segítsen! Vi, ne csináld ezt! Honnan tudja a nevem? Mi a fene folyik itt? A nézők ellopták az identitásunkat, a játék fogjai lettünk. Vi, mi irányítjuk az életedet. Csak úgy szállhatunk ki a nyerünk. Ne feledd, most te vagy a szemem! Ilyen nincs! Játékosok! Lássuk a fegyvereiteket! Idegpálya. Hamarosan a mozikban. Hát ezt mondtam Jay-Z, hogy jó volt az előzetes. Én pörgősnek, izgalmasnak láttam, és a film az elején jól indul, tehát nagyon jól indul a film, és a végére úgy ellaposodik, vagy nem is kicsit tudom. Kicsit ellaposodik, igen, egyetértek. De az elején nekem, nagyon jó, azt leszögezem. Nekem azért jóval jobban tetszett, mint neked, de azzal egyetértek, hogy az előzetes megint többet ígért. És hát az ember sokat szóra is beugrik ebbe a csapdába, ugye, hogy az előzetesnek hát ugye ez a baj, hogy a mai előzetesek, hú de várom ugye ezt a filmet, hú de jó lesz, de az ember végül mégis csalódik.
Hogyha túl sok az akció, az a baj, hogyha túl vontatott, az a baj. A film hosszával nincs gond, mert egy ilyen kategória filmek szerintem nem is kell több játékidő, de én pont ellenkezőleg gondoltam, mert én úgy vettem le a történetből, hogy inkább az eleje indult vontatottan, és ugye ahogy telik a játékidő, illetve ahogy bontakoznak ki a karakterek, úgy nő a feszültség is a filmben. Ilyen applikáció van a telefonjuk, hogy milyen feladatokat kell csinálni pénzért, ugye egyre durvább feladatokat kapnak a történetben, tehát ezzel nő az izgalom is, és ugye mindenki kíváncsi, hogy mi a határ, tehát a film végéig meddig mennek el, illetve és hát kiderül a filmből, hogy elég sokáig elmennek. Elég messzire elmennek, igen. Hát ugye a történetünk szerint ugye van egy interneten terjed ez a vírus, egy ez ide pálya nevű játék. Igen. Ami hát ugye ilyen játékot idézzem, ugye felelsz, hogy mersz játék felelés nélkül, és hát ugye dicsőségért és pénzért megy a megmérettetés, és hát ugye, ahogy mondtad az előbb is, ugye kis pénz kis őrültség, nagy pénz nagy őrültség, és hát a végén a filmnek ugye hát kiderül, hogy hát ez nem is olyan ártatlan játék, mert érettségit végző lány V, egy ilyen kis visszahúzódó lány, akit hát ugye az előzetesben mondták, hogy az, de én ugye a filmből nem vettem le olyan visszahúzódó lenne, inkább úgy félénknek mondanám. És igen, barát, ott annyira igen, nem jött át. Annyira és nem ugye jött le, barátnője unszolására, ugye aki maga is játszik játékkal, belevág ebbe az ártatlanak tűnő játékba, és hát nem is sejti majd, ugye veszem ezt a csókolózós jelenetet az elején, ami nagyon jól indít a film, és ugye V nem is fogja tudni, hogy micsoda veszélyek lesnek majd rájuk a játék miatt. Még plusz adaléknak jön ilyen Dave Franco, James Franco-nak a testvére, ők kettejük játékából fog kibontakozni végül is az egész film. Tehát így már tényleg zárja be, megjegyezhetjük, hogy a filmnek egy kisebb részét tényleg ők viszik el a hátukon. Viszont én a Dave Franco-val kapcsolatban azt éreztem, hogy már a legelső filmében is lejött az, hogy azért tehetség meg humor benne is van, viszont az Emma Robertsnek a családi üzemek óta eltelt idő szakmailag szerintem nagyon jót tett. Igen, én is így vagyok vele, és hát ugye beszéltük az elején, hogy Julia Roberts közel lenne, nem néztünk utána. Nem néztünk utána, ez abszolút most... nem néztem utána, tehát most nekem is a videó elejét ott eszembe, de lehet, valószínűleg, hogy csak névrokonság van. De... Majd legközelebb. De mindenképpen bepótoljuk ezt, igen. Tehát akkor összegezve ugye a film egy generációs problémát feszeget, tehát most mi lenne, ha mi életünkben is lenne például egy ilyen, vagy mondjuk már holnap lenne egy ilyen játék, ugye, mert a játék is azt hirdeti, hogy játékos vagy néző vagy, és ugye, hogy ki merné ezt bevállalni, hogy egyáltalán illetve játékos ki meddig menne el, igen. Így igen. Van, így van. A szereposztás jó, szereplők jók. A történet is jó, de a történet vezetés az már egy kicsit vontatottabb és unalmasabb. A tókönyvre is azt mondom, hogy jól megvan írva és a játékidőnek is, de én azt mondom, hogy a tálalás néhol egy kicsit vontatott és egy kicsit üres járatos, annak ellenére, hogy a film nem hosszú, de összességében én 7 pontot adok erre a filmre most, hogyha 10-es skálán kellene értékelni, de az előzetesből azt gondoltam, hogy teljesen odáig leszek érte. Egyedi történet, tehát ehhez hasonló film nem volt még, mert annyira látszik, hogy minden stúdió próbálkozik tényleg egy egyedi filmet kialakítani. Így van, és nézzétek egy nézést, meg, vállaljátok be bátran, de... biztos, hogy megér. Tehát nem mondom azt, hogy aki megnézi, az meg fogja bánni, de az előzetes után lehet, hogy egy fokkal kevésbé fog tetszeni, de abszolút szórakoztató és jó film hétvégére, estére. Így van, de az előbb is jövünk a Mélytengeri Pokollal. Sziasztok! Hello.